Zsuzsák. Jól kanyarodik, Ronaldo fejeli föl, és Gera még akár lőhet is, rá is lövi, gól! Gera! Egy kupacba, 23, de lehet, hogy itt 23 ezer, otthon meg több millió magyar, képletesen Gera nyakában. Szajnak ki kell majd jönni jelesről, 26 méterről kaputó a labda. Zsuzsák lő, megpattan, gól! 2-1 Magyarország javára! Kellett hozzá pici szerencse is, de megint egy pontrúgás. És Zsuzsáknak is van gólja az Európa-bajnokságot. Újra vezetünk! Így volt védhetetlen. Zsuzsák állítja le a labdát. Menjen be úgy, hogy nem pattan meg. Zsuzsák tehát be a sorfalba. Na majd a beadás. Vagy még egy lövés. Megpattan! Gól! Gól! Pattanjon meg! Ahányszor csak akar! 3-2! Hát ilyet! Hát ilyet! Gera a gólja után felnézett az égre, és az ég tudja, hogy mit kell csinálni a magyar lövésekkel. Besegíteni a kapuba. Hihetetlen! Zsuzsák második gólja. Szabadrugás középre tart. És Zsuzsák nem adja be jobbal, hanem beljebb jön. Adpattam meg. Nyírrúgasi szabadalom ez a lövés. Rá a blokkra, onnan meg be. És Atkinson hallgat a parancsra, a kérésre. A magyar válogatott veretlenül fejezi be a csoportküzdelmeket az Európa-bajnokságon. Bernstorff csapata 5 pontjával a csoport élére kerül, és ott is marad. Csoport elsőként jut a legjobb 16 közé. A magyar válogatott vezetett nem egyszer, nem kétszer, egy győzelemmel és két döntetlennel az F jelű csoportot Magyarország nyerte. Thank you.